Ha lakást veszel, tulajdont szerzel. A tulajdon óriási teher. A tulajdon fölötti rendelkezés az csak részben a te dolgod, ezért a következőket kell nagyon figyelni. Az egyik, talán a legfontosabb, az a szomszédság. Van-e esély arra, hogy egy jó szomszédi kapcsolatrendszert kialakíts? Ha van esély rá, akkor érdemes megvenni a házat. Ha eleve úgy van, hogy a háznak az árusa azt mondja, hogy hát igen, ja, hát a szomszédnéninek egy kicsit ilyen áprilisi kedve van, és most azért szidja az anyánkat, mert rossz kedve van, de egyébként nem szokott gyakran rohadt tököt átdobálni, akkor meg kell gondolni, kétszer is meg kell gondolni, mert akármilyen szuperházat felépítesz, ha csak beslisszansz, meg kislisszansz belőle, az egy veszélyforrás. A másik, ugyancsak nagyon fontos dolog, hogy menj oda, a különböző napszakokban, különböző napjain a hétnek, ha lehet különböző évszakokban is. Ezzel mindjárt eljutunk oda ahhoz az abszurd pszichológiai felvetéshez, hogy a legjobb az, hogyha először kibéreled a házat, mielőtt megveszed, vagy hogyha ha el tudod intézni, hogy legalább egy hétig ott próbalakj. Mert olyankor kiderülnek olyan dolgok, amik a ház használati értékét megduplázhatják, vagy végtelen kicsire csökkentik. Tehát nagyon nagy különbség van a piaci érték és a használati érték között. Nagyon nagy különbség van a között, hogy te a tulajdonszerzésben milyen álmokat meg teszel, hogyan mire fókuszálsz, és a között, hogy a valós körülmények, amik ott fogadnak, azok mennyire engedik meg, hogy élvezd a tulajdonodat.